Jó estét kívánok mindenkinek, üdvözlünk mindenkit a Divatos Online Akadémiákon. И сегодня мы с вами продолжаем изучение темы управления психологическим здоровьем. Folytatjuk az előző témákat, azt a témát, hogy irányítani tudjuk a saját pszichológiai és pszichikai állapotunkat, tehát antistresszt folytatjuk tovább. И если говорить про китайскую традиционную медицину, то она соединяет физическое наше здоровье, энергетическое состояние и психологическое здоровье. Hogyha a kínai tradicionális filozófiát nézzük, akkor tudjuk nagyon jól, hogy több rétegből áll, több részből tevődik össze. Ez nem más, mint a fizikai egészség, illetve az érzelmi, pszichikai egészség. Считается, что работу внутренних органов поддерживают энергетические каналы, по которым течет жизненная сила ци. Tudjuk azt, hogy a belső szerveinknek a működését és a belső szerveinknek az energia áramlását azt a csi energia biztosítja, illetve hatolja át az összes szervünket. Кроме физиологических функций, наши внутренние органы поддерживают наше психологическое состояние. De a fiziológiai egészségünket, тehát a fizikai egészségünket leszámítva tudjuk azt, hogy pszichikai egészségre is szükségünk van, és ugyanúgy a csi energia áramlása ugyanúgy ebben is segítségére van, illetve az érzelmi egészségünket is ugyanúgy a csi táplálja. А негативные эмоции нарушают естественные потоки ци в наших меридианах и подавляют работу внутренних органов. És ugye a stressz, illetve a különböző negatív érzelmek blokkolják a csínek a megfelelő áramlását, és ezáltal eléggé komoly károkat, problémákat okozhat, illetve válthat ki. Поэтому, если мы с вами говорим про здоровый образ жизни, согласно китайской философии оздоровления, то он включает в себя заботу, кроме здоровья, ну, физического, включает в себя заботу о эмоциональном балансе и психологическую гигиену. Nagyon fontos szem előtt tartani különböző pontokat. Tehát nagyon fontos az érzelmi állapotunk, az érzelmi állapotunknak a megfelelő állapota, plusz a fizikai testi állapotunk, illetve ennek az egyensúlynak az összhangba helyezése. И освобождение себя от негативных эмоций – это такая же необходимая практика, ну, как, например, зубы чистить каждый день. És ahhoz, tehát az, hogy megszabadulunk a negatív energiától, illetve a negatívumoktól, a rossz érzésektől, ennek ugyanolyan mindennapi dolognak kell lennie, mint ahogy minden reggel és este fogat mosunk. Согласно китайской медицине, эмоции являются внутренними причинами заболевания человека. Az érzelmi egészség témakörben tudnunk kell azt, hogy különböző negatív érzések hatással vannak a belső szerveinkre, tehát a pszichikai egészségtelen állapot teljes mértékben kihatással van a fizikai egészségünkre, tehát a kettő tükrözi egymást, tehát hogyha az egyiknél probléma van, akkor a másiknál is jelentkezni fog. На самом деле у китайцы описывают много разных эмоций, но в классическом усине они описывают 7 основных эмоций. A Yusinban 7 érzést különböztetünk meg. Van ennél sokkal több, de a Yusin alapján a tradicionális elképzelés alapján, illetve felvetés alapján 7 van. Это гнев и радость. Ez a harag és a öröm.
Беспокойство. A nyugalom elvesztése. Грусть. Szomorúság. Задумчивость. Hát ez a ilyen gondolkodó állapot. Страх. Félelem. И испуг. És az ijegység. Все эти эмоции находятся в тесной взаимосвязи с внутренними органами нашими. Ezek az érzések nagyon szorosan kapcsolódnak a belső szerveinkhez. Ну, нормальные такие, скажем, душевные переживания, они обычно не причиняют вред человеческому здоровью. Önmagukban ezek az érzések csak úgy nem okoznak fizikai problémákat, vagy fizikai, tehát konkrét betegségeket ezek csak így magukban nem váltanak ki. Но если эмоциональная активность, ну такая аномально сильная, затяжная, то тогда происходит сбой циркуляции энергии ци и крови. De hogyha már különböző anomáliákat észlelünk, akkor természetes folyamat lesz az, hogy elkezd ugye a testünk megbetegedni, illetve blokkolni fogja a csínek az áramlását, és valahol meg fog akadni. Потом нарушается гармония инь-ян. Ezt követően felborul a yin-yangnak az egyensúlya. Это за собой влечет нарушение деятельности внутренних органов. Ezt követően egyértelmű, hogy a belső szerveinknek, illetve a szervrendszereinknek a működése is fel fog borulni, tehát nem fog megfelelően olyan módon működni, ahogy annak kellene. И в результате мы получаем болезнь. És ezt követően beáll ugye a valamilyen betegség az adott szervnél, ahol van ez a blokk, ott természetesen ki fog alakulni egy bizonyos betegség. А для каждого органа характерны свои эмоции. Minden egyes szervnek ugye megvannak a saját érzelmei, érzései. То есть каждая эмоция оказывает влияние на связанный с ним орган. Tehát minden egyes érzelem hatással van arra az adott szervre, amellyel kapcsolatban van és amellyel össze van kötve. Например, эмоция гнев связана с печенью. Például tudjuk azt, hogy a nyugalomnak, illetve vagyis hát a haragnak a kialakulása az szoros kapcsolatban van a májjal. Когда человек сердится, происходит поднимание энергии ци. Amikor az illető haragszik, vagy ilyen dühös állapotban van, akkor a csi energia növekszik az adott szervben. В результате нарушается функциональная деятельность печени. A májnak a funkciója, illetve a működése teljesen megváltozik. Это приводит к застою ци и крови в печени. Ezt követően csi megakad, tehát eltorlaszolódik a vérkeringésben, illetve a májban. Но человек не всегда может понять, что у него как бы проблема-то в печени, потому что у него не будет болеть печень. Ezt az illető nem mindig tudja megállapítani, tehát hogy neki probléma van a májban, mert nincs fájdalom, nem érez semmilyen diszkomfort érzetet, ezért nem is gondolja azt, hogy valamilyen probléma alakulhatott ki a májában. У него может появиться такая распирающая боль в груди. Inkább lehet egy ilyen feszítő érzést válthat ki a mellkasában. Головокружение, глаза будут плохо видеть. Vagy fejfájás, vagy szédülés, vagy a tekintete homályossá válhat, tehát nem fog látni rendesen.
человек станет таким беспокойным, он все время будет раздражаться. Nyugtalanná válik az adott illető, illetve nagyon könnyen ingerlékenyé, tehát ilyen nagyon, hogy is mondjam, ilyen hirtelen haragúvá válik. Когда человек долго сердится, у него может падать аппетит, иногда даже говорит, я такой злой, что даже кушать не могу. Azok, akik nagyon sokat haragszanak, vagy ilyen haragos állapotban vannak nagyon húzamosabb ideig, előfordulhat az is, hogy nagyon drasztikusan lecsökken az étvágyuk. Például nagyon sokszor hallhattunk másoktól olyan kifejezést, vagy akár mi személyesen is tapasztalhattuk, hogy azt mondjuk, hogy annyira mérges vagyok, hogy szinte nincs étvágyam. Может быть такой желудочно-кишечный спазм. Vagy ilyen bélrendszeri fájdalmat, vagy görcsöt is tapasztalhatunk. Будет такое сердцебиение учащенное. Megnövekedik a szívverésünk, tehát ilyen nagyon gyorsan, illetve ilyen ritmustalanul elkezd verni, dobogni a szívünk. Дыхание будет поверхностное, то есть человек, когда злится, он не может вздохнуть глубоко. Illetve amikor idegesek vagyunk, vagy mérgesek vagyunk, нem tudunk mély levegőt venni, hanem csak ilyen felszínessé válik a lélegzetünk, tehát ilyen apró, pici, kisebb levegővételekre leszünk képesek. Если человек постоянно сердится и достаточно долгое время, то у него, скорее всего, будет гипертония. Nagy valószínűséggel az emberek, akik nagyon haragosak, illetve alapjáraton dühös természetűek, nagy valószínűséggel a hosszú időtartam miatt előbb vagy utóbb hipertóniával fognak küzdeni, tehát magas vérnyomással. Ну и как бы постоянное вот это вот состояние, это негативная эмоция, она может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, даже заболеваниям головного мозга. Ezek az emberek nagyon ezeknél az embereknél gyakran előfordulhatnak szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a legrosszabb esetben pedig agydaganat, vagy különböző rákos megbetegedések. Дальше, следующая эмоция – это радость. Радость – это эмоция сердца. A következő érzés az az öröm. Сердце управляет нашей кровью. Tudjuk azt, hogy a szív az a tehát a szív az ugye az éltető a testünkben, illetve a, hát egyértelmű, hogyha a szív az mindennek a kezdete. Когда человек радуется, у него циркуляция ци и крови ускоряется. Ezért ugye a csí áramlása ugye onnan indul, illetve nagyon fontos, hogy ezt erre a szervünkre odafigyeljünk. Счастливых людей всегда вот можно легко определить по внешнему виду. У них такие сияющие румяные лица. A boldog embereket, illetve a, hát igen, a boldog embereket nagyon könnyű megkülönböztetni, illetve felismerni, mert az arcbőrük, illetve az arcuk mindig ilyen sziporkázó, ilyen fényes és ragyogó. Вот, но здесь тоже как бы есть две стороны одной медали. С одной стороны, радость это хорошая эмоция для нас, а с другой стороны, если иногда радости, ну, слишком много, да, то есть это такое сильное чувство, то это может также нанести ущерб сердцу. De ugye az éremnek két oldala szokott lenni, tehát nagyon jó, amikor az ember örül, és ebben az állapotban van, de viszont, hogyha túl sok, mármint ebből is lehet túl sok, bármilyen furán is hangzik, tehát hogyha állandóan ilyen aktív állapotban van, tehát hogy folyamatosan ilyen impulzív hatások érik, akkor itt is kialakulhatnak különböző negatív problémák. В результате появляется учащенное сердцебиение. Nagyon szaporává válik a szívverés.
Может быть бессонница. Álmatlanság alakulhat ki. Может быть повышенное потоотделение. Növekedhet az izzadás, tehát jobban fogunk izzadni, többet és jobban. Может быть головокружение или головная боль. Szédülés vagy fejfájás is kialakulhat. Ну и разного рода боли в области сердца. Illetve különböző érzésű, illetve különböző hatású fájdalmak a szívnél és környékén. Следующие две эмоции, беспокойство и грусть, это эмоции, связанные с легкими. A következő az a harag, illetve a szomorúság, ezek nagyon közel állnak egymáshoz, és ezek nagyon szoros kapcsolatban állnak a tüdővel. A традиционная китайская медицина считает, что легкие управляют кожей и волосами. A kínai tradicionális filozófia azt mondja, hogy a tüdő irányítja, vagyis a tüdő felel a bőrünkért és a hajunkért. И поэтому вот эти вот, если человек долго будет испытывать вот эти две эмоции, беспокойство и грусть, это может привести к раннему старению и раннему появлению морщин на лице. Tehát, hogyha ezt a két érzést fogjuk gyakorolni, vagy ezek az érzések fognak kiváltódni bennünk, akkor, illetve nagyon gyakran, intenzíven, nagy valószínűséggel sokkal hamarabb fog beállni az illetőnél az öregedés, illetve ennek jelei. A также это может привести к ухудшению состояния волос и даже к облысению. Továbbá, ha fokozódik ez az állapot, akkor nagyon komoly hajhullás, hajőszülés állhat be, illetve akár még kopaszodás is. Ну, а так как эти две эмоции непосредственно влияют именно на легкие, то у человека, такой человек, который грустит все время и беспокоится, он довольно часто будет простужаться и кашлять. Továbbá ezeknél az érzelmeknél, ugye, hogyha nagyon hosszú ideig lesz ebben az állapotban, illetve nagyon gyakran szomorú, illetve haragos állapotban van, akkor illetve nyugtalan, nagy valószínűséggel ugye egyértelmű, hogy a tüdejével is problémák fognak fennállni, általában leggyakrabban, nagyon sűrűen, nagyon gyakran fognak megfázni és köhögni. Вот, следующая эмоция задумчивость, её ещё называют излишнее размышление. A következő érzés az pedig ugye az elgondolkodás. Эта эмоция связана с селезенкой, с органом, который регулирует баланс крови в организме. Ezért az érzelemért ugye az epehólyagunk felel, mégpedig ugye egyértelmű, hogy egyenesen össze van kötve a véráramlással. Вот люди, которые вот такие вот все время о чем-то задумываются, обычно страдают плохим аппетитом. Ezek az emberek, akik nagyon sokat gondolkodnak, illetve folyamatosan törik valamin a fejüket, nagyon gyakran nagyon rossz az étvágyuk, tehát nagyon rosszul lesznek, általában soha nem éhesek. Вот эта эмоция в излишнем состоянии наносит ущерб селезенке, а в результате этого происходит застой энергии ци. Ugye ennek következtében ugye megáll a csínek a átjárása, illetve az áramlása ebben a szervben, tehát az epehólyagban. Ezért egyértelmű, hogy ugye ilyen torlaszok fognak kialakulni. И в результате как бы организму не хватает энергии и крови, у него могут быть головокружение, проблемы с сердцем, даже малокровие. Ugye, mivel beáll a szervezetben egy blokk, egyértelmű, hogy nem lesz megfelelő a vérkeringés, nem lesz megfelelő az energiaáramlás, ezért lehet felléphetnek olyan tünetek, mint fejfájás, szédülés, vagy akár vérhiány is.
Также у таких людей могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, там тошнота, рвота, вздутие живота, диарея. Továbbá az emésztéssel is lehetnek problémái, mint például puffadás, székrekedés, hányinger, akár hányás is. Две эмоции, страх и испуг, связаны с почками. A félelem, illetve az ijegység, az pedig ugye konkrétan a vesével és a hólyagunkkal van összeköttetésben. Чрезмерный страх вызывает опускание ци в нижнюю часть тела, и из-за этого могут быть проблемы с мочеиспусканием, и, например, может быть затяжной понос. Hogyha ugye a félelem, illetve az ijegységnek a következtében, ez általában az alhasi részben okozhatnak problémát, és ugye mivel az alhasi részben helyezkedik el a vese, illetve a húgyhólyag, egyértelmű, hogy ezekben a szervekben fognak különböző problémák kialakulni, legvégső stádiumban akár még vizelettartási problémák is kialakulhatnak. Очень сильный испуг вызывает беспорядочное поведение ци, и это может даже привести к потере сознания, а иногда и даже к смерти. Mivel ugye megereszkednek az alhasi szerveink, illetve rendszertelenné válik a működésük, oly drasztikus állapot alakulhat ki, hogy akár eszméletvesztés is, sőt, a legeslegrosszabb esetben akár még halál is bekövetkezhet. И все вышесказанное подчеркивает тесную связь эмоционального состояния человека и здоровья человека. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az előbb említett érzelmi, illetve fizikai betegségek, illetve egészségi állapotok milyen szorosan kötődnek egymáshoz. И если человек хочет иметь долгую жизнь и крепкое здоровье, он должен научиться контролировать и управлять своими эмоциями. Hogyha az illető nagyon hosszú, illetve egészséges, normális életet szeretne élni, akkor mindenféleképpen az illetőnek meg kell tanulnia irányítani az érzelmeit. Потому что избавить человека от эмоций нельзя. Egyértelmű, hogy az érzelmeinktől megválni, vagy megfosztani valakit az érzelmeitől nem tudunk, tehát ez lehetetlen. Тогда это будет уже не человек, а, наверное, робот. De hogyha ezt meg tudnánk tenni, akkor már nem is emberek lennénk, hanem robotokká válnánk. Даже если мы не будем с вами жить в социуме, а не знаю, переедем куда-то на необитаемый остров, все равно разные эмоции будут у нас, потому что это, ну, реакция организма на разные ситуации. Még akkor sem tudnánk megválni az érzelmeinktől, hogyha nem is élnénk közösségben, emberek között, hanem akár, hogyha egy lakatlan szigetre kerülnénk, még akkor is ott is a különböző hatások, a különböző impulzusok mindenféleképpen fognak kiváltani belőlünk különböző érzelmeket. И поэтому задача человека сделать из себя, так сказать, своими руками здорового, эмоционально здоровую эмоционально устойчивую личность. Tehát ezért a mi kezünkben van az, tehát mindenkinek a saját kezében van az a lehetőség, hogy egy strapabíró, helytálló és mindenféle szempontból, mind fizikai, mind pedig érzelmi szempontból egészséges embereket, hát alakítsunk ki, vagy teremtsünk meg, talán inkább az, hogy teremtsük meg, tehát mind magunkban, mind a környezetünkben. И с точки зрения классической народной китайской медицины, у здорового человека, устойчивого эмоционально, есть три показателя. A tradicionális kínai filozófia alapján
Három olyan fő alapja van annak, hogy egy illető érzelmileg stabil legyen. Первое – это правильная осанка. Az első az a megfelelő testtartás. A позвоночник – это ось тела, и от него зависит здоровье всех органов. Ugye tudjuk azt, hogy a gerincünk az a mi oszlopunk. Tehát, hogyha ez nem megfelelő, akkor egyértelmű, hogy más problémák is kialakulhatnak. Tudjuk azt, hogy minden szervünket ugye alapjáraton a gerincünk tart. Кстати, и вот современная западная медицина это подтверждает, что все органы и системы управляются головным мозгом, а передает он сигналы и как бы общается с органами именно через позвоночник. És ezt a teóriát a nyugati orvoslás is alátámasztja, mivel ugye azt mondja a nyugati orvoslás, hogy a központi idegrendszerünk irányítja a szerveinket, de ugye az onnan, tehát az agyunkból a szervünkig, a gerincünkön jut el az információ, illetve az impulzus. Tehát az agyunk, illetve a szerveink a gerincünkön keresztül kommunikálnak úgymond egymással, egymás között. И если вот эта вот наша осанка нарушена, то вот эта связь осуществляется некорректно, а это, в свою очередь, нарушает баланс, приводит, давай по частям, это, в свою очередь, нарушает баланс. Tehát ezért, hogyha nem megfelelő a testtartásunk, a gerincünk nem megfelelően van tartva, illetve nem megfelelő a testtartásunk, akkor ugye ez az egyensúly felbomlik, illetve nem lesz meg közöttük a megfelelő egyensúly és az úgynevezett kommunikáció. Вот этого баланса, оно приводит к эмоциональной нестабильности, а к продолжительное это нарушение приводит к болезни. Ez a diszbalansz, tehát ez a kiegyensúlyozatlanság egyértelmű, hogy különböző problémákat, negatív érzéseket fog kiváltani, illetve ezt követően pedig egyértelmű, hogy különböző betegségek is kialakulhatnak. Второй показатель эмоционально здорового человека – это активная циркуляция крови. A következő alappillére az egészséges, az érzelmileg egészséges embernek, az pedig a vérkeringése. Согласно народной китайской медицине, кровь переносит энергию ци по телу, питая все органы. Tudjuk azt, hogy a kínai egészségfilozófia alapján a chi áramlásával, illetve a chi energiával juttatja el minden egyes szervünkbe az éltető energiát az adott szervünknek. Ну и опять же таки современная медицина тоже подтверждает важность хорошей циркуляции крови для организма. És a nyugati orvoslás is ugyanezt támasztja alá, hogy ahhoz, hogy a szerveink egészségesek legyenek, ahhoz tökéletes kell, hogy legyen a vérkeringésünk. В одном из докладов Всемирной организации здравоохранения было представлено, что большинство болезней у человека начинается именно по причине застоя кровообращения. A WHO egyik felmérés, nemrégi felmérése szerint megállapították azt, hogy a betegségeknek a, nem tudom, 80-valahány százalékából általában, 5%-át általában az váltja ki, hogy az illetőknek, az embereknek nem megfelelő a vérkeringésük, vagy valamilyen vérkeringési problémáik vannak. И поэтому китайские мастера рекомендуют, что если ты хочешь долго жить, если ты любишь себя и свой организм, уделяй внимание сердечно-сосудистой системе. És a kínai mesterek azt mondják, azt állítják, hogy ha hosszú és egészséges életet szeretnénk élni,
akkor nagyon nagy figyelmet fordítsunk arra, hogy a szívérendszerünk megfelelően működjön, és figyeljünk rá oda, hogy a vérkeringésünk megfelelő legyen. Ну и третья важная задача для того, чтобы поддерживать свои эмоции в порядке, это задача накопления энергии. A harmadik alappillér az pedig az energiának a gyűjtése, illetve az energia gyűjtése. Если говорить современным языком, то нам с вами должно быть достаточно сил на то, чтобы мы могли делать все нужные нам дела и добиваться поставленных нами целей. Magyar nyelvre, vagyis jelenlegi nyelvre fordítva ez azt jelenti, hogy a nap folyamán mindig elegendő energiánknak és erőnknek kell lenni arra, hogy a kitűzött célokat, illetve feladatokat mindig el tudjuk látni, tehát mind fizikailag, mind pedig érzelmileg. Tehát készen kell, hogy álljunk, illetve ehhez megfelelő energiára van szükségünk. И согласно китайской народной медицине мы получаем эти силы из трех источников. Сон, еда и дыхание. Ezt pedig három dologból szerezzük meg, az ételből, az alvásból, illetve a lélegzésből. Вот, ну и наша задача для того, чтобы у нас происходило нужное накопление, это сбалансировать эти источники. A mi feladatunk pedig az, hogy ez megfelelően működjön, az, hogy ezt a három csatornát megfelelően tudjuk ellátni, illetve kielégítő legyen a szervezetünknek az ellátása. Вот. Ну, на самом деле вопрос психологического эмоционального здоровья рассматривается, ну, свое начало, безусловно, он начал в восточной философии, но и сегодня эта тема достаточно модная и интересная. Tudjuk azt, hogy a szellemi és fizikai egészségnek az összhangja keletről indult, tehát az ősi kínai filozófiából, de viszont a mai napra ez egy nagyon divatos és trendi témává vált, illetve most is nagyon aktuális. Вот, сегодня очень многие начинают создавать такой, менять свою жизнь под стиль wellness. Mai nap, illetve mai napra nagyon sok ember próbálja meg az életét erre felépíteni, tehát erre a wellnessre, mármint az egészséges életmódra inkább azt mondanám, illetve egyre többen fektetnek erre hangsúlyt és figyelmet. Довольно часто это слово wellness используется для обозначения состояния физического и эмоционального благополучия. A wellness szót egyre gyakrabban használják egy összetettebb kifejezésre, illetve mégpedig arra, hogy a szellemi és a fizikai egészség teljesen összhangban van egymással. Ну, а если обратиться к толковым словарям, то wellness произведено от английского слова, от словосочетания be well, то есть хорошее самочувствие, будь в порядке, благополучие. Hogyha magát a wellness szót nézzük, azt pedig ugye angolról fordítva, be well, tehát érezd jól magad, tehát ebből ered ez az összetétel. Tehát, hogyha jól érezzük magunkat a szószoros értelmében, akkor egyértelmű, hogy a szó minden értelmében jól érezzük magunkat, és hogyha jól érezzük magunkat, akkor nem lehet problémánk az egészségünkkel sem. И wellness определяют как концепцию здорового образа жизни, основанную на сочетании нескольких факторов. Hogyha ezt az egész komplexet vesszük, akkor ezt egy, tehát ezt egy egységnek kell venni, ezt az egészet,
és ebből kifolyólag, tehát hogyha magát a wellness nézzük, ez egy komplett egészségi vagy egészséges életmódnak a koncepciója. Сочетание физического и эмоционального здоровья. Tehát ugye az egysége a fizikai, illetve a szellemi egészségnek. Правильного питания. A megfelelő és kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Разумных физических нагрузок. Megfelelő szellemi aktivitásnak. И отказа от вредных привычек. Illetve a megtagadása a káros szokásoknak. И если мы с вами посмотрим на то, что из себя представляет индустрия wellness, то на самом деле мы с вами можем увидеть, что это настолько разносторонняя индустрия, сюда входят очень многие как бы традиционные направления и новые направления. Hogyha az ágazatokat tekintjük, akkor itt nagyon szerteágazó és eléggé sok rétű a dolog, mivel vannak még azok az ágazatok, amik a régebbi, tehát hogyha tehát a kínai filozófiából erednek, illetve vannak már újabb ágazatai, amik már inkább a mai divatosabb, modernebb ágazatok felé húzódnak inkább, vagy onnan jönnek. Если вы посмотрите на те темы, которые мы с вами уже прошли, то есть красота, похудение, омоложение, они входят в понятие wellness. Hogyha visszagondolunk arra, amit már megtanultunk, tehát a régebbi témáinkra, amit már átvettünk, a szépségápolás, a fiatalság megőrzése, a súlycsökkentés, az egészséges bőr, stb. Stb. Ez ugye már mind a wellness témakörbe tartoznak. Например, фитнес, там оздоровительный туризм, разные спа процедуры, это тоже wellness. Hogyha jól átgondoljuk, ugye a különböző spa procedúrák, tehát a különböző fürdőzések, amiket szoktak ajánlani, a fitness, tehát a különböző testmozgás, illetve a súlycsökkentés, vagy ezek a valamelyikének az összekötése, kombinációja, ez már mind ide tartozik. Даже очень любимые мной термальные источники входят в индустрию wellness. Már a Svetlana által nagyon kedvelt és nagyon szeretett termálfürdőzés is már a wellness ágazathoz tartozik. И мы можем сказать, что сегодня огромное предложение есть и есть огромный спрос на эти услуги. A mai napra már ezekre a szolgáltatásokra egyre nagyobb és egyre elterjedtebb az igény, és egyre többen szeretnének ezzel foglalkozni. И сегодня все больше и больше люди уделяют внимание здоровому образу жизни. Illetve egyre többen, illetve egyre gyakrabban fordítanak az emberek egyre több figyelmet arra, hogy egészséges életmódot folytassanak. И если вы будете проводить разные wellness-пати и про красоту, и про похудение, но и про стоп-стресс, и про релакс, то у вас будет достаточно много новых клиентов. Hogyha pedig majd ti is elkezditek a ti tiens wellness partijaitoknak a lebonyolítását, akármelyik témában, mind a súlycsökkenés, mind a stresszoldás, mind a relaxálás, mind a bőrápolás, ezek olyan érdekes témák, és olyan jelenleg napi szinten alkalmazott, illetve elhangzott témák, ami által biztos, hogy nagyon sokrétű, illetve különböző korosztályú új potenciális vevőket vagy partnereket tudtok majd bevonzani magatokhoz. Я вам скажу даже больше, то, что делаем мы с вами, да, вся наша деятельность, она тоже относится к wellness-индустрии. Még jobbat mondok nektek, mindaz, amivel mi foglalkozunk jelenleg, tehát a mi tevékenységünk, a mi munkánk, már ez is a wellness ágazatba tartozik.
Давайте посмотрим. Мы с вами предлагаем продукцию для здорового, для оздоровления. Első körben milyen termékeket ajánlunk? Egészségmegőrző termékeket. А главная задача wellness – это предотвращение и профилактика болезней. És a wellnessnek mi az elsődleges célja? A betegségek kialakulásának megelőzése és a jó és egészséges állapot fenntartása. То есть фактически то же самое, что предлагает наша продукция. Tehát ez pont az, amit a mi termékeink biztosítani tudnak, illetve amit mi ajánlunk. Также задача wellness – это предотвращение и профилактика признаков старения, как внешних, так и внутренних. A következő ilyen pont az pedig a fiatalságnak a megőrzése, illetve a fiatalítás mind külsőleg, mind belsőleg. И сегодня люди готовы платить за это деньги. És a mai nap tudjuk azt, hogy az emberek ezért, hogy fiatalok maradhassanak, vagy megfiatalodjanak, hajlandóak fizetni, mégpedig nem is kevés összegeket. Сегодня люди с возрастом хотят отсрочить старость и сохранить умственную и физическую активность на долгие годы. Nagyon szeretik a korosabb illetők, illetve személyek nagyon szeretnék minél hamarabb megőrizni mind a fizikai, mind pedig a szellemi épségüket és fiatalságukat, és ezért nagyon sokan, nagyon sok mindent követnek el és tesznek meg. Сегодня люди в возрасте 50-60 лет великолепно выглядят, хорошо себя чувствуют физически, активно участвуют в жизни общества и не думают про пенсию. A mai 50-60 vagy akár 65 pluszos személyek nagyon jó állapotban vannak a legtöbben, nagyon jól néznek mind külsőleg, mind belsőleg, viszonylag elég egészségesek, illetve megpróbálnak megtenni, illetve elkövetni mindent, hogy ez minél hamarabb így maradjon. Teljesen jól érzik magukat a bőrükben, és vannak olyanok, akik egyáltalán nem is akarnak gondolni arra, hogy nyugdíjba menjenek. Сегодня люди инвестируют деньги в правильное питание, в фитнес, в качественный отдых, в хорошую косметику. Они хотят инвестировать в лекарства и медицину. Alkalmaznak, ugye hatalmas összegeket öntenek bele manapság ugye az egészséges táplálkozásba, ugye különböző táplálkozási tanácsadókhoz mennek. Jó minőségű kozmetikumokat használnak, jó minőségű ételeket próbálnak fogyasztani, jó helyeken, jó minőségű helyeken akarnak nyaralni, pihenni. Természetesen, akik ezt megtehetik, mindenki a saját lehetőségeihez mérve, de viszont alapjában véve erre a szférára jelenleg nagyon nagy figyelem irányul, és nagyon sokan hajlandóak ezért elég nagy összegeket kifizetni. Сегодня тренд – это не допустить таких изменений в организме, при которых нужно допустить болезнь. A tendencia az, hogy kövessünk el mindent annak érdekében, hogy semmiféleképpen ne alakuljon ki semmiféle fizikai betegség, vagy probléma, vagy anomália. И если посмотреть на затраты людей на эти wellness направления, то вы видите, что это миллиарды долларов, миллиарды евро люди тратят вот на направление wellness. Nézzétek meg a képernyőn, hogy az adott iparágnak a növekedése milyen hatalmas összegeket generál dollárban az egész világban. Tehát a különböző szférákat látjátok angolul a kis színes képeken, tehát a beauty and personal care például, az egészséges táplálkozás, vagy a fitness, sportindustria, a wellness turizmus. Tehát láthatjátok, hogy milliárd dollárokról van szó. И что немаловажно, да, посмотрите, пожалуйста, какое количество денег сегодня
люди тратят на поддержание своего эмоционального, психологического здоровья. És nézzétek meg azt, hogy mennyi pénzt költenek világszerte az emberek a pszichológiai jólétükre, egészségükre. Пандемия сыграла вот в отношении, в изменении отношения к психологическому здоровью вот очень большую роль. Például a koronavírus pandémiája nagyon nagy szerepet játszott ebben a, ennek, ezeknek az összegeknek a növekedésében, mert még több figyelmet és még több pénzt kezdtek el az emberek fordítani a pszichológiai jólétükre és a pszichológiai egészségükre. Говорят, что люди, которые перенесли коронавирус, в 98% испытывают такие эмоции, как тревожность, склонность к депрессии. То есть это такие последствия коронавируса. Azt mondják, tehát a felmérések azt mutatják a különböző országokban, hogy akik átestek a koronavíruson, olyan poszttraumás tüneteket produkálnak nagyon sok ember, aki átesett a koronán, például nagyon hajlamosak a depresszióra, depresszív hangulatban vannak, folyamatosan ilyen zavart, félénk, félős állapotban vannak, tehát állandóan egy ilyen belső nyugtalanságot éreznek. Но даже люди, которые не болели коронавирусом, они тоже страдают, потому что неопределенность в том, когда это произойдет, и заболеешь ты, эти смертельные случаи, да, это все повышает тревожность у людей. És nem csak azoknál váltott ki ilyen aggodalmat, akik átestek rajta, hanem azoknál is, ugye, akik nem estek át rajta, igaz, kevesebb arányban, de viszont ugye pont azért váltottak ki, mert ugye akik nem estek át rajta, azok úgy vannak, hogy vajon mikor kapom el, elkapom, nem kapom, mi lesz a következménye, lesz-e valamilyen következménye, milyen tüneteket fog nálam produkálni, milyen hatással lesz ez rám, drasztikusan fogom-e magam érezni, ugye tudjuk azt, mindenkinek megfordul a fejében, hogy úristen, emberek milliói haltak meg ebben a betegségben, tehát ilyen különböző félelem érzeteket fog kelteni az emberben. Вот. Так что психологическое управление, скажем, своими эмоциями и поддержание своего психологического здоровья – это сегодня мегатренд для очень многих людей. И мы с вами можем это использовать и помочь людям с помощью разных методик, с помощью наших диетических добавок преодолевать проблемы, связанные с эмоциями. És ugye, bármilyen furcsán hangzik, nekünk erre is van ráhatásunk, miért ne tudnánk segíteni ebben is az embereknek. Tehát ezt, ugye ezt a negatívumot, ezt a negatív dolgot pozitívummá is formálhatjuk, mégpedig abban azzal a móddal, hogy a termékeinkkel, illetve a metódusainkkal tudunk segíteni az embereknek nem csak a fizikai egészségüknek a fenntartásában, de a pszichológiai jólétükben is, különböző meditációkkal, programokkal, termékeinkkel, tréningeinkkel, tehát ezzel mindennel csak hozzá tudunk járulni, illetve segíteni tudunk azoknak az embereknek, akik erre igényt tartanak, és szeretnének mind fizikai, mind pszichológiai jólétben élni. И мы с вами здесь можем использовать с одной стороны наши знания по китайской народной медицине, с другой стороны вот нашу приближенность к вот этой индустрии wellness. És ugye egy részről ugye ott van a hatalmas nagy tudásotok a kínai ősi egészségfilozófiát illetően, más részről ott vannak a termékek, az új gyakorlatok, az új tréningek, az új metódusok, amit megtanultatok, illetve elsajátítottatok, illetve ennek a kettőnek a kombinációja olyan tudást biztosít számotokra, amit mindenféleképpen érdemes felhasználni, illetve jó dolgokra fordítani.
Причем наша принадлежность к wellness индустрии, она базируется не только на нашем продукте, но и на том бизнесе, который мы предлагаем. És ugye a wellness ágazat ugye a mi esetünkben nem csak a termékeinkre vonatkozik, hanem magára az üzleti ágazatra is, mert a kliensnek az üzleti ágazata teljesen beleépül, illetve beleillik a wellness ágazatnak a képébe. Вот давайте посмотрим на наш бизнес и посмотрим, примерим его на wellness индустрию. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink, illetve milyen ágazataink vannak nekünk is, illetve hogyan tudjuk ezt alkalmazni a wellness ágazatban. Когда мы с вами предлагаем людям нашу продукцию, то мы как бы предлагаем им физический wellness. Ugye, amikor a termékeinket ajánljuk az embereknek, ez a dolog, vagyis hát ez a pont a fizikai wellness-t célozza meg. То есть мы работаем с физическим здоровьем и помогаем людям обрести физическое благополучие. Tehát ebben az esetben ugye a fizikai wellness azt tükrözi, hogy az embernek a fizikai egészségén szeretnénk javítani, vagy szeretnénk ráhatással lenni, mert ugye fizikailag az étrend kiegészítőkkel tápláljuk, illetve segítjük a fizikai egészségét. Мы предлагаем людям такой эмоциональный wellness, эмоциональное благополучие, потому что если человек здоров, он себя хорошо чувствует, значит, у него больше положительных эмоций. Если он зарабатывает деньги, значит, он может финансовую часть обеспечить. И опять же таки, у него все в порядке с эмоциями. Hatással vagyunk az embereknek az érzelmi jólétére is, mert például, ugye, hogyha jól belegondolunk, hogyha az ember fizikailag egészséges, jól érzi magát. Ha jól érzi magát, akkor boldog. Ez az egyik része. A másik része, mivel üzleti lehetőségeket is ajánlunk, hogyha valakinek az anyagi helyzete jó, stabil, illetve biztonságos, akkor megint csak jól érzi magát, biztonságban érzi magát, ami pozitív érzelmeket vált ki az emberből, ezért az érzelmi wellness témakörben is teljesen kielégítőek tudunk lenni. Далее, мы предлагаем человеку интеллектуальное благополучие. Intellektuális jólétet is tudunk biztosítani, illetve ajánlani az illetőnek. Потому что когда человек приходит в наш бизнес, он начинает очень активно развиваться, развивать свои таланты, развивать свою мозговую деятельность, интеллектуальный уровень. Amikor jönnek hozzánk az új partnerek, az új kliensek, az újoncaink, ahogy ti nevezitek őket, ugye tudjuk azt, hogy mindenki bizonyos kivétel nélkül mindenkinek át kell esnie valamilyen oktatáson, valamilyen tréningen. Mindig megtanítjuk őket új dolgokra, átadjuk az információt, kezdve ott az üzleti tervtől, illetve különböző tréningektől, információktól. Mi lehetőséget adunk arra, hogy folyamatosan fejlessze az intellektuális készségeit, fejlessze önmagát. Ezért az intellektuális wellness részt is teljesen ki tudjuk elégíteni. Далее, мы предлагаем человеку духовное благополучие. Továbbá a következő, amit biztosítani tudunk, az a lelki jólét. Потому что человек становится сильнее, человек больше верит в себя, человек умеет управлять собой в разных обстоятельствах, у него идет активное личностное развитие. Ezt pedig azért tudjuk kielégíteni, a lelki jólétet, mivel ugye az előbb említett három tényezőt követően növekszik az illetőnek az önbizalma. Sokkal biztosabb, magabiztosabb önmagában, sokkal stabilabb a lelki állapota, pozitívabb energiákat érez magában, jobban nyitott a világnak a hatásaira, az impulzusaira, ezért a lelki wellness, a lelki jólét pontot is, illetve témakört is teljes mértékben ki tudjuk elégíteni.
Далее, предлагая бизнес, мы предлагаем людям социальное благополучие. Az üzletünket ajánlva biztosítani tudjuk a szociális jólétet, a szociális wellness pontot is ebben a témakörben. То есть люди развивают умение общаться и взаимодействовать с другими. Egyértelmű, hogy biztosítjuk azt, illetve lehetőséget adunk arra, hogy sokkal kommunikatívabbak legyenek az emberek, mert egyértelmű, ezt ti is nagyon jól tudjátok, hogy amikor új kapcsolatokat építünk ki, amikor telefonálnunk kell, beszélgetnünk kell, meg kell szólítanunk az embereket, tehát sokkal nyitottabbak és aktívabb vagyunk szociális szempontból, mivel a kommunikáció folyamatos, ezért sokkal magabiztosabbá válnak az emberek. Ну и если говорить, например, про профессиональный wellness, профессиональное благополучие, то тоже здесь у нас абсолютно совпадают задачи. A következő, az pedig ugye a szakmai jólét, ezt pedig megint csak teljes mértékben ki tudjuk elégíteni, mert szakmai hátteret tudunk biztosítani azoknak, akik a TIENS üzletben látják a jövőjüket, illetve ebben a szakmában tevékenykednek, mert ugye ez is egy szakma. Присоединившись к бизнесу, человек выбирает интересную работу, которая помогает ему развивать его профессиональные знания, причем в очень разных направлениях. Biztosítani tudjuk azt, hogy szakmai szempontból nagyon széles körűvé váljon az illetőnek a látásköre, különböző oktatásban részesül, különböző témakörökben fog belátást, betekintést kapni, szerteágazóak azok az információk, amit biztosítani tud a TIENS számára, ezért szakmai szempontból is teljes mértékben helyt tudunk állni, mivel konkrétan egy szakemberré fog válni mindazon által, amin szépen végigmegy a TIENS-nek a ranglétráján. Да, то есть человек развивает свои таланты, получает удовольствие от работы каждый день, да еще и зарабатывает хорошие деньги. Élvezi az életét, élvezi a munkáját, plusz anyagilag is stabillá válhat, illetve pénzt keres ezzel, illetve minden nap örömmel csinálja azt, amit csinál, tehát a munkába is örömét leli, tehát nem hányingerrel megy be munkában, mint nagyon sokan azok, akik éppenséggel valamilyen alkalmazásban dolgoznak. Вот. Ну и если говорить, например, про экологический wellness, то тоже мы можем сказать, что наш бизнес абсолютно экологичный. Hogyha pedig az ökológiai jólétről beszélünk, akkor ezt is teljes mértékben ki tudjuk elégíteni. Во-первых, мы предлагаем людям натуральную продукцию. Elsősorban teljesen természetes termékeket ajánlunk az embereknek. Во-вторых, мы как бы создаем такую экологичную окружающую среду в человеческих отношениях, потому что у нас обычно царит дружба, любовь, уважение, партнерство, признание. Вот такой бизнес мы предлагаем. Illetve tudjátok nagyon jól azt, hogy a TIENS olyan üzleti lehetőségeket ajánl, amit teljes mértékben ökológiai wellnessnek is nevezhetünk, illetve teljes mértékben kielégíti ezt a témakört. Azért, mert ha más szemszögből nézzük, tudjátok nagyon jól azt, hogy mi kollégák elismerjük egymást, ti is elismeritek egymást, elismeritek egymásnak a céljait, a munkásságát, az erőfeszítéseit, mindig vannak köszöntések, hogyha akár egy valamilyen konferenciát veszünk, vagy BBS-t veszünk, akkor nagyon jól tudjátok, hogy mindig vannak köszöntések, elismerések, megtapsoljátok egymást, büszkék vagytok egymásra, akár hogyha valamelyik szoc médiában, Facebookon, vagy bárhol látjátok egymásnak a posztjait, akkor ugye természetes, hogy lájkoljátok, kommentelitek, stb. Tehát
elismeritek egymást. Tehát ökológiailag az emberi kapcsolatok teljes mértékben egészségesek. И если посмотреть, допустим, на наш бизнес с точки зрения целевой аудитории, то абсолютно мы поддерживаем с вами разные целевые аудитории. Mit is jelent a wellness életmód, illetve milyen kor kategóriákra lehetne felbontani? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem kell felbontani semmilyen életkorra, meg kategóriákra, mert ha jól végig gondoljuk, illetve végig gondoljátok, akkor bármely életkorban teljesen aktuális és teljesen optimális lehet. Например, благодаря нашей продукции мы можем помочь, мы можем как бы дать детям благополучие за счет отсутствия простудных заболеваний, за счет того, что они будут хорошо учиться, и у них будет достаточно энергии. Például wellness életmód a gyerekeknek. Tudjuk azt, hogy a TNS termékekkel biztosítani tudjuk azt, hogy ne lépjen fel gyakori megfázás a gyerekeknél, hogy megnövekedhessen a tanulási készség a különböző vitaminokkal, illetve megfelelő mennyiségű energiájuk legyen arra, hogy játszhassanak és fejlődhessenek. Благодаря нашей продукции мы можем помочь молодежи иметь хорошую кожу без прыщей, иметь ясное мышление, позитивное отношение, энергию. Hogyha a tinédzser vagy a pubertáns kort nézzük, akkor megint csak teljes mértékben kielégítőek tudunk lenni, mivel biztosítani tudjuk a termékeinkkel a tiszta és egészséges bőrt, a pattanások, aknéknak a hiányát vagy eltávolítását, a tiszta, egyenes gondolkodást és látószöget az iskolában, a pozitív hozzáállást a világhoz, az élet energiájának a megtapasztalását, illetve ezt a legteljesebb értelemben, mivel ezek a felsorolt dolgok teljes mértékben harmóniában vannak bármely korosztálya, hogyha összességében nézzük. Мы можем с вами поддержать, мы с вами можем поддержать. Кристиночка, да. Мы можем поддержать благополучие людей среднего возраста. Teljes mértékben kielégítjük a középkorúaknak az igényeit. Мы можем помочь не иметь хронических заболеваний. Megakadályozhatjuk a krónikus betegségeknek a kialakulását, illetve kiválthatjuk a hiányát, az ifjúságnak és a szépségnek a megőrzését, a fenntartását. Мы можем помочь им долго быть молодыми и красивыми. Tehát sokáig megőrizhetjük a fiatalságukat, illetve a szépségüket. Мы можем помочь им иметь финансовый достаток и финансовую свободу. Biztosítani tudjuk a pénzügyi jólétet és a szabadságot is. И, конечно, у нас есть возможность помочь благополучию людей старшего возраста. Teljes mértékben ki tudjuk elégíteni az idősebb korosztálynak is az igényeit, illetve biztosítani tudjuk az ő jólétüket is. То есть иметь обеспеченную старость, иметь хорошее здоровье, это тоже все поддерживает наш TNS бизнес. A mi TNS üzletünk biztosítani tudja az izomerejüket, a szellemi erejüket, elég energiát ahhoz, hogy szeretve legyenek és szeressenek, illetve biztonságos öregedésben legyen részük. И поэтому нам с вами очень логично использовать на наших мероприятиях вот эти все wellness идеи, потому что очень логично для нас это. И так как это тренд, у нас будет достаточно много заинтересованных людей.
Ezért, amikor majd elkezditek a különböző wellness partiaitokat bonyolítani, illetve megtartani, nagyon ajánlott ezeket a témaköröket mind-mind külön-külön is felsorolni, illetve bemutatni, mivel nagyon trendi elsősorban, illetve hogyha van erre lehetőségünk, akkor miért nem mutassuk meg az embereknek? Tehát hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ezekre a dolgokra, ezekre a pozitív lehetőségekre mindenkinek van lehetősége, és ti pedig segítetek abban, hogy ezeket az információkat megfelelően át tudjátok adni. Вот, и поэтому мы с вами можем на наших мероприятиях рассказывать какие-то интересные, полезные антистресс-активности и, безусловно, рекомендовать разные программы из наших добавок. Természetesen mindig ajánlhatok tiens termékeket ahhoz, hogy el tudják ők kezdeni a teljes pszichológiai egészségnek a kialakítását, illetve különböző gyakorlatokat is természetesen. В этой презентации я тоже подключила, как всегда, много рекомендаций по активностям. Вы сможете все это забрать себе в презентации. Most is tettem egy csomó ajánlást, illetve olyan anyagokat a prezentációba, a PPT-be, amit nyugodtan fel tudtok használni, ahogy majd Feri feltölti a PPT-t az elérhető helyre, ahonnan le tudjátok tölteni, természetesen nyugodtan használjátok fel, és vegyétek ki azt, amire szükségetek van. Да, а мы с Кристиной сейчас просто вам расскажем, какие активности есть и какие программы здесь есть. Mi pedig most csak felsoroljuk, hogy milyen aktivitások, illetve milyen tevékenységek vannak, amit érdemes alkalmazni. Вы знаете, для того, чтобы испытывать положительные эмоции, их нужно планировать. Nem tudom, hogy tudtátok-e azt, hogy ahhoz, hogy pozitív energiát legyünk feltöltve, erre fel kell készülnünk, illetve tennünk kell érte. Ezek nem jönnek csak úgy maguktól. Поэтому нужно очень правильно начинать свое утро. Ezért nagyon fontos, hogy a reggelünket mindig megfelelően kezdjük. Как мы просыпаемся? Мы с вами просыпаемся и бегом чистить зубы, завтракать и на работу. Hogy szoktunk általában reggel felkelni? Gyorsan felkelünk, kipattanunk az ágyból, elszaladunk fogat mosni, felöltözünk és szaladunk dolgozni. Правильно, если вы проснулись, не сразу вставать с кровати, а хотя бы несколько минут просто полежать и подумать. Úgy, de a helyes metódus az nem ez, hanem az, hogy amikor reggel felébredünk, egy pár percet, maximum ötöt, feküdjünk még az ágyban, nyugodtan, nyugodt helyzetben, nem mozogva, és gondolkodjunk. И подумать не о том, какие у меня сегодня проблемы, а подумать о том, а какие положительные эмоции я сегодня могу получить. És ne arra gondoljunk, hogy milyen nehéz nap előtt állunk, és mennyi problémám van a mai nap is, hanem próbáljunk meg valamilyen pozitív dolgokra gondolni, például arra, hogy ma milyen pozitív hatások fognak engem érni a nap folyamán. Например, я сегодня встречусь с моими там друзьями, и я планирую испытывать радость. Például gondoljunk arra, hogy ma találkozni fogok a rég nem látott barátaimmal, és az, hogy én velük találkozok, milyen pozitív érzelmeket fog belőlem kiváltani. Например, я сегодня там пойду на встречу с учителем моего ребенка, и я буду испытывать гордость за моего ребенка. Vagy például arra gondolni, hogy délután találkozom a gyerekemnek az osztályfőnökével vagy a tanárával, és amit hallani fogok, az milyen büszkeséggel fog engem eltölteni, és milyen büszke leszek a gyerekemre. Например, я сегодня вечером пойду на обучение,
узнаю много новой информации и буду гордиться собой, что я расширила свой уровень знаний. Vagy például gondoljunk arra, hogy ma este elmegyek egy oktatásra, egy valamilyen leckére, és büszke leszek magamra, illetve boldog leszek attól, hogy ma megint egy csomó új információra, új tudásra tehettem szert, és büszkeség fog eltölteni azért, mert megint csak szélesedett a látóköröm a világra nézve. Вот, и если вот таким вот образом себя программировать, то как бы любая ситуация от знака минус будет восприниматься со знаком плюс. Hogyha így programozzuk be magunkat reggelente, akkor ugye nem negatív impulzusok fognak minket valószínűleg érni, hanem inkább pozitívak, de ez ugye mind rajtunk múlik. Вот. Следующая методика – это звуковая релаксация. A következő ilyen metódus, az pedig a hangrelaxáció. На самом деле очень такая расслабляющая техника, которая очень хорошо помогает нашему организму расслабиться. Ez egy olyan technika, ami nagyon-nagyon nagy segítségre van számunkra, mégpedig abban, hogy ténylegesen mennyiségben hozzásegít abban, hogy tényleg el tudjunk lazulni és relaxálni tudjunk, és kikapcsoljuk magunk körül a világot. Здесь смысл в том, что когда вы хотите расслабиться, вы помогаете себе расслабиться с помощью звуков. То есть вы выбираете какой-то звук, который вам нравится и который ваш организм воспринимает и расслабляется. Ennek az a rejtélye, illetve az a varázslata idézőjelesen, hogy a zene hozzásegít a hang alapján arra, ahhoz, hogy el tudjunk teljesen lazulni, kikapcsoljuk magunk körül a világot, kiválasztunk egy olyan zenét, ami számunkra kellemes és megnyugtató, becsukjuk a szemünket, és a zenére összpontosítunk, illetve a zenének a ritmusára. Вы знаете, что я выросла на море, и вот для меня очень сильным релаксом является звук, когда море, вот волны набегают и плещутся. Na, tudjátok azt, elég sokan közületek, hogy Svetlana a tengerpart mellett nőtt fel, mivel Odesszában született. Sokan jártatok is ott közületek. Nagyon megnyugtató lehet a tengernek a hangja, a tengernek a hullámzása, ahogy csapkodja a víz a hullámait a kőhöz, ahogy fújja a szél, tehát ez annyira megnyugtató lehet. И вот если вы сейчас посмотрите на слайд, правый нижний угол, маленькая так прямоугольничек, это видео с такой маленькой пальмой, и я вам прямо сюда поставила такую видяшку со звуком, которую вы можете просто себе скачать отсюда из презентации и тоже использовать для релаксации. Hogyha a képernyőre néztek, a jobb sarkában láthatok egy pici kis kockát, és hogyha rámentek arra pici kockára, láthatjátok, hogy ott egyelőre egy fotó látható egy pálmafával, de hogyha rámentek magára a képre, akkor láthatjátok, hogy ez egy videó hangfelvétellel együtt. Hogyha majd megkapjátok a prezentációt, akkor nyugodtan letölthetitek, és akkor felhasználhatjátok ezt a videót is a hangfájllal együtt. Вот. Следующая методика, думаю, вы ее все знаете, это медитация. A következő ilyen segítség, az pedig nem más, mint a meditáció, amit ti is nagyon jól ismertek. Прекрасная методика избавления от тревоги и от стресса. Nagyon nagy segítség a félelemnek, illetve az idegességnek, az ingerültségnek a megszabadulásához. Вот здесь вот на экране вы на слайде можете видеть самую обычную технику, как нужно расслаблять себя во время медитации.
A képen láthatjátok a legegyszerűbb módját, gyakorlatát annak, hogy hogyan tudtok meditálni, illetve hogy tudtok a legegyszerűbben és leggyorsabban ellazulni. И вот тут у вас тоже внизу такое видео, правый нижний угол. Это медитация, которую можно послушать. И не важно, что она не на венгерском, а на русском языке. Вот этот вот голос, вот это вот музыкальное оформление, оно даже на любом языке будет работать расслабляюще. Itt is a képnek a jobb sarkában láthattok még egy kisebb képet, ami szintén egy hangfelvétel, egy meditációs, relaxációs hangfelvétel, és nem számít az, hogy például oroszul fognak benne beszélni, ne erre figyeljetek, hanem arra figyeljetek, arra a kellemes hangra, ahogy beszél az illető, illetve arra a háttér zajra, arra a háttér zenére, ami szólni fog, már ettől el lehet lazulni, és el is fogtok tudni lazulni. Вот. Конечно, очень хорошо на расслабление работают разные дыхательные практики. Nagyon jó a stresszoldásra, nagyon nagy hatással lehetnek a különböző légzési gyakorlatok. Вот на экране вы видите, сколько разных технологий дыхательных есть для того, чтобы привести в состояние свои эмоции. Láthatjátok azt a képernyőn a férfinak a kezei felett, hogy mennyiféle különböző légzési gyakorlat van arra, hogy el tudjunk lazulni, és teljes harmóniába tudjunk hozni a testünket és a szellemünket. И вы можете в интернете найти эти практики, посмотреть. А я здесь привела вам небольшое, маленькое такое упражнение, которое каждый из нас может сделать уже буквально, не знаю, после окончания нашего обучения. Ezeket, amik itt fel vannak sorolva, nyugodtan rá lehet keresni az interneten, és ki fogja adni számotokra. Most pedig néhány gyakorlatot hoztam fel példának, akár az oktatás után ki is próbálhatjátok őket. A следующая методика называется, знаете как, берем волю в кулак и расслабляемся. A következő ilyen segítség, illetve relaxáció az érzelmi és akarati relaxáció. Tehát ez azt jelenti magyarra fordítva, tehát ilyen egyszerűbb nyelvre, hogy ahhoz, hogyha valamit el akarunk érni, azt vegyük a saját kezünkbe. Вот высокая напряженность нашей жизни, дефицит времени требует от нас всегда быть форме, всегда быть в боевой готовности. Tudjuk azt, hogy a mai rohanó világban, illetve a kicsit kegyetlen világban olyan helyzetekbe kerülünk sokszor, hogy mindig készen kell, hogy álljunk, mindig napra készek kell, hogy legyünk, mindig erősek kell, hogy legyünk, mind fizikailag, mind érzelmileg, és ehhez hatalmas nagy energiára van szükség, hogy mindig helyt tudjunk állni, és olyan stabilak legyünk, mint a kínai nagyfal. Вот, но, как бы, к сожалению, если говорить про сон, то не всегда сон нам дает вот полноценное восстановление после вот этих вот наших нагрузок. De sajnos, ugye magában, ha csak az alvást tekintjük ebben az esetben, az alvás nem biztosít számunkra mindig olyan regenerálódást és kikapcsolódást, hogy a következő nehéz napot ugyanúgy olyan keményen és olyan stabilan tudjuk folytatni. На самом деле абсолютно простая техника. Нужно лечь, закрыть глаза и поработать вот своей волей, как бы приказывая своим рукам, ногам, голове, даже языку, даже челюсти расслабляться. Расслабление физическое. Ehhez szükség van arra, hogy feküdjünk le kényelmesen, akár a földre, akár az ágyra, teljesen kapcsoljuk ki az elménket, és próbáljuk meg átérezni teljesen az egész testünket, a legapróbb szerveinkig, a belső szerveinket, a nyelvünket.
az órunkat, a szemünket, az új perceinket, tehát minden nagyon részletesen, illetve nagyon aprólékosan kezdjük átérezni, a gondolkodásunkat pedig kapcsoljuk ki. Вам нужно представить, что к вам через макушку, через голову, в голову течет вот такой вот чистый энергетический поток, который проходит по всему туловищу, доходит до каждого пальца руки и ноги. Képzeljük el azt, hogy a fejünk búbján keresztül elkezd áramlani egy ilyen különleges érzés, ami nem más, mint az energia, és ez egy olyan, hogy mondjam, egy olyan energia áramlás, mint hogy egy ilyen vízesés duzzadna kifelé a fejünk búbjából, és végig halad a testünkön, végig minden egyes vénánkba, minden egyes testrészünkbe, végig még teljesen az új hegyeinkig, mind a lábujjainkba, mind a kezünkbe, és teljesen keresztül végig fut a testünkön. А потом вам нужно увидеть, как этот энергетический поток выходит из вашего организма, как бы забирая с собой вот эти вот негативные чувства. Вот просто вы должны увидеть, как это из вас уходит. És majd próbáljátok meg elképzelni azt, ahogy végighalad ez az energiahullám rajtunk. Próbáljátok meg elképzelni és meglátni azt, ahogy a lábainkon keresztül, a lábujjainkon keresztül ez az energia begyűjtve az összes negatív impulzust és rossz érzést a lábujjainkon keresztül távozik a testünkből. Вот, другая похожая методика называется нервно-мышечная релаксация. A következő ilyen technika, az pedig a neuromuszkuláris relaxáció. То есть здесь смысл в том, что вы тоже там в удобной позе, лучше лежа, сначала расслабляете все мышцы, потом напрягаете, опять расслабляете, опять напрягаете. То есть такое попеременное действие. Ez a technológia, vagyis ez a technika abban rejlik, hogy elsősorban természetesen feküdjünk le, vegyünk fel egy kényelmes, ellazult pozíciót, és ez a metódus abban rejlik, hogy izom összehúzódásokat fogunk generálni és produkálni. Tehát összeszorítjuk az izmainkat az egész testünkben, majd elernyesztjük. Összeszorítjuk, elengedjük, összeszorítjuk, elengedjük, és ezt így felváltva ismételgetjük. Этот принцип основан на процессе нашей природной саморегуляции. Ez egy természetes folyamat a testünkben egyébként, mert ugye tudjuk azt, hogy a szervezetünkben folyamatosan vannak izomösszehúzódások. Такая сбалансированная смена напряжения и расслабления ведет к снятию психологического напряжения и восстановлению эмоциональных сил. Ezek az izomösszehúzódások és elernyedések biztosítják azt, hogy a stressz minél gyorsabban távozzon a szervezetünkből, segíti a regenerálódásnak a folyamatát, illetve az izomcsoportjainknak a aktivitása által teljesen hozzájárul ahhoz, hogy az idegrendszerünk is el tudjon lazulni. Вот. Следующая методика – это аутогенная тренировка. A következő ilyen gyakorlat, az pedig az autogén képzés. Здесь шесть упражнений, которые тоже, опять же, таки мы можем делать самостоятельно. Itt 6 gyakorlat van, amit szintén nyugodtan, egyedül is teljes mértékben el tudunk végezni. Сначала нам нужно, ну опять же таки, можно сидя, можно полулежа, можно лежа, главное, чтобы было очень удобное расположение. Megint csak teljesen mindegy, tehát nem az, hogy teljesen mindegy, nagyon fontos az, hogy kényelmes pozíciót vegyünk fel. Az lehet fekvő pozíció, ülő pozíció, félig fekvő pozíció, ahogy számunkra a legkényelmesebb vagy a legalkalmasabb. Вот. Первое упражнение – это мы должны почувствовать тяжесть
в наших конечностях. Az első gyakorlat abban rejlik, hogy ilyen súlyosságot, elnehezedést kell, hogy érezzünk a lábakban és a kezekben. А второе упражнение – это когда мы полностью со всеми конечностями проработали, мы должны в этих конечностях почувствовать тепло. A második gyakorlat pedig abban rejlik, hogy mi az első gyakorlatnál megéreztük ezt a súlyosságot, ezt a nehézséget. A kettes gyakorlat abban rejlik, hogy ezeknek a test részeinknek, amiket úgy érzünk, hogy elnehezettek, melegséget kell, hogy érezzünk benne. А третье упражнение – это мы должны нормализовать, успокоить биение сердца, то есть оно должно ритмично, спокойно двигаться. A harmadik gyakorlat az pedig a pulzusunknak a szabályozásán múlik. Éreznünk kell azt, ahogy a szívverésünk kiegyensúlyozottá, illetve ritmikussá válik. Точно так же четвертое упражнение мы должны нормализовать и отрегулировать дыхательный ритм. A négyes gyakorlat a légzésre irányul, ugyanúgy, мint a szívnél, szabályoznunk kell a légzésünknek a sűrűségét, normalizálni a ritmusát, illetve kiegyensúlyozottá tenni, és ugyanúgy ezt az egész érzést is át kell, hogy érezzük. Дальше, пятое упражнение – это ощущение тепла в брюшной полости. Az ötös gyakorlat abban rejlik, hogy a hasfalunkban, illetve az egész alhasban, bélrendszer környékén éreznünk kell egy ilyen erős melegséget. И последнее это упражнение – это ощущение прохлады в области лба. A hatos gyakorlat, ami a befejező gyakorlat is egyben, a fő feladat az, hogy a homlokunknál, illetve a homlokunk környékén egy ilyen kellemes, hűsítő, hűvös érzést kell éreznünk. Можно пойти на расслабляющий массаж. Elmehetünk különböző stresszoldó, relaxációs masszázsokra is. А можно самому себе сделать такой экспресс-массаж рук, для преодоления стресса. То есть в тот момент, когда вы чувствуете нагрузку, нужно начинать массировать руки. Van különböző olyan express kézmasszázs, ami oldja a stresszt, illetve segít leküzdeni. Például leggyakrabban ez a tenyérben helyezkedik el ezek a pontok. И опять же таки, вот здесь вот у вас на слайде вы видите с правой стороны, прямоугольник – это видео, и здесь прорисован тот массаж, который можно делать. Megint csak láthatjátok, hogy a képernyő jobb alsó sarkában van egy kis kocka, amire, hogyha rákattintotok, az egy videó, ahol, amit le tudtok tölteni, megnézhettek, és ebben a videóban láthatjátok a kézmasszázsnak a metódusát, illetve hogy ezt gyakorlatban hogyan kell elvégezni. Конечно, отлично на расслабление работают многие восточные практики, в частности, цигун. Nagyon sokatok számára ismerős, illetve nagyon jól tudjátok azt, hogy a különböző keleti eredetű gyakorlatok, illetve mozgások milyen jó hatással vannak, ez pedig nem más, mint a csikung. И здесь вот я вам прописала такие подробно три упражнения, которые вы можете сделать самостоятельно. Первое упражнение для мышечного расслабления. Megint csak kiválasztottam nektek ezek közül hármat, a három főt. Az első az az izom érzésre vonatkozik, tehát az izmoknak az ellazítására. Вот. Второе упражнение для разных групп мышц. A második az különböző izomcsoportokra vonatkozik. И третье упражнение из дыхательной гимнастики, именно цигун, да, он балансирует состояние нашей нервной системы в целом.
A harmadik az pedig ugye a légzés, illetve ugye a csi energiának a megfelelő áramlása. Ez mind a három gyakorlat nagyon részletesen le van írva itt számotokra. Вот. Можно делать упражнения ритмического дыхания. Csinálhatunk olyan gyakorlatokat is, aminek az a neve, hogy ritmikus lélegzés. Достаточно легкое упражнение. Нужно сесть, да, в удобную позу. Ezt nagyon könnyű elvégezni. Az első fő feladat az, hogy üljünk le számunkra a legkényelmesebb pózban. И сосредоточить свое внимание на биении сердца. És minden figyelmünket és az elménket fordítsuk a szívverésünkre. И вам нужно синхронизировать дыхание и сердце. Szinkronizálnunk kell a légzésünket, illetve a szívverésünket. Ennek ez a fortéja vagy a titka. Отсчитываете два удара на вдох и четыре удара на выдох. Kettő, négy ütés belégzéskor, kettő ütés kilégzéskor, mármint hogy szívverés, úgy értve az ütést. Да, и так где-то в течение минуты можно делать это упражнение. És körülbelül egy percenként, mármint egy percig tartson az első etap. Tehát az első folyamat. Да. Вот есть специальная техника, которая подходит людям со сниженной физической активностью. Itt van még egy gyakorlat. Ez a gyakorlat azoknak ajánlott, akik nagyon kevés fizikai gyakorlatot, mármint fizikailag nem aktívak, illetve valami oknál fogva nem lehetnek fizikailag teljes mértékben aktívak. Вот здесь на слайде внизу есть ссылочка. Перейдя по этой ссылке, вы сможете посмотреть эти упражнения. Láthatjátok, hogy a képernyő alján van egy link, hogyha arra rákattintotok, akkor egyenesen a gyakorlatra vezet, amit YouTube-on meg tudtok nézni. Вот. Далее тоже очень интересное упражнение. Мы с вами прекрасно знаем, что энергия ци у нас течет по меридианам. Tudjátok azt, hogy a csi energia a meridiánokon keresztül áramlik, ezért van egy olyan torna gyakorlat, ami kimondottan az energia áramlásának a javítására alkalmas. И чем плавнее она течет, да, тем как, ну, нам нужно, чтобы она, скажем так, проходила ровно по всем меридианам, а нигде не застаивалась. Tudjátok azt, hogy mennyire fontos odafigyelni arra, hogy megfelelően áramoljon a csi energia, ne álljon meg sehol, ne blokkolódjon sehol se, illetve ne kezdjen el felhalmozódni. Tudjuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy teljes összhangban és teljesen egyenletesen áramoljon keresztül az egész testünkön és szerveinken egyaránt. И вот это вот гимнастика, которую здесь тоже упражнение вы сможете посмотреть, это гимнастика для улучшения потока энергии ци. És ez az energia, ez a gyakorlat, amit láthattuk jelenleg, pont arra való, illetve azt ösztönzi, hogy megfelelően és megfelelően áramoljon a csi energia, és hogyha esetleg az adott illetőnél ez nem megfelelő lenne, akkor ezek a gyakorlatok segítenek abban, hogy normalizálja az energiának az áramlását. Вот. Ну и дальше тоже, конечно, есть программы из наших БАДов, которые можно порекомендовать людям для приема в разных, ну, при разных состояниях эмоционально. Illetve a végéhez érve megint csak vannak különböző ajánlások, kurzusok, amit lehet ajánlani az étrendkiegészítőket tekintve, mármint hogy melyik különböző állapothoz milyen kurzusokat ajánlott
alkalmazni. Például krónikus fáradtságnál a képen látható termékeket ajánljuk. Мы с вами говорили, что синдром хронической усталости уже относят к болезням, да, что уже даже врачи диагноз пишут, что у человека синдром хронической усталости. Вот программа из наших БАДов, которые можно предложить человеку либо для профилактики, либо в процессе уже, скажем так, выздоровления. Tudjátok, azt nagyon sokszor, illetve mostanság elég gyakran már konkrét diagnózisnak hívják, és az orvosok is ezt a diagnózist szokták felállítani, hogy van olyan, hogy krónikus fáradtság, vagy krónikus kialvatlanság. Láthatjátok azt, hogy vannak különböző etapjai, amit már mint különböző kurzusok, amit ajánlani lehet nekik. A sleeping azért van pirosan, mert tudjuk azt, hogy Magyarországon nincs forgalomban, de hogyha esetleg vannak külföldi partnereitek, vagy olyan klienseitek, akik nem Magyarország területén élnek, akkor például nekik tudjátok ajánlani. Дальше, если мы говорим с вами про депрессию, то тоже у нас есть предложение, то есть и в качестве профилактики, и если человек начал как бы впадать в это состояние, вот мы можем порекомендовать ему такую программу. A következő ilyen diagnózis ugye az a depresszió, amit mindnyájan nagyon jól ismerünk, akár hallásból, akár személyes tapasztalatból. Itt is ugye vannak különböző ajánlások, amit tudunk ajánlani az embereknek. Ugye van megelőzés céljából az egyik, illetve van a második lehetőség, amit már akkor ajánlunk, amikor az illető már konkrétan benne van ebben a fázisban. Двухэтапная программа по борьбе со стрессом. Kettő etapból álló antistressz kurzust is tudunk ajánlani, tehát ez kettő szakaszból tevődik össze. Ну и если человек испытывает проблемы со сном из-за своего эмоционального состояния, или у него именно депрессивная бессонница, то мы можем с вами предложить ему программу из наших БАДов. A következő az a depresszív álmatlanság, mivel ilyen problémák is szoktak kialakulni az embereknél. Itt három fázisban lehet ajánlani az illetőnek a megoldást, illetve a termékeknek a fogyasztását. Az első ugye a bélrendszernek a tisztítása, az anyagcsere folyamatok helyreállítása, illetve a stressz elleni védelem, illetve az ideg szövet, az idegrendszernek a normalizálása. Вот, и, конечно, мы можем всем, независимо как бы есть бессонница, нету бессонницы, всем рекомендовать как минимум, да, нашу подушку, которая прекрасно будет давать человеку хороший отдых. Illetve a végéhez közeledve nagyon jól tudjátok azt, hogy a tiens párna milyen jó hatással van az emberi szervezetre, illetve az a minőségi alvásra. Természetes, hogy ezt mindenféleképpen ajánlani kell, mivel ugye tudjuk azt, hogy a minőségi alvás is hozzájárul ahhoz, hogy stresszmentessé tegyük az életünket. Вот. Ну что ж, тема у нас с вами завершена. A témánk ezennel lezártnak tekinthető. Я по-прежнему рекомендую вам снимать маленькие видео сюжеты и публиковать их у себя на социальных страницах. Továbbra is ajánlom számotokra bátran azt, hogy készítsetek rövid videókat, videófelvételeket, kis filmeket is töltsétek fel a különböző közösségi médiai oldalaitokra. И, конечно, если вы начнете проводить разные wellness мероприятия, то я уверена, что ваша клиентская база вырастет, и вырастет, конечно, ваш доход. És amikor elkezditek ezeket a wellness programokat, partikat lebonyolítani, biztos vagyok benne, hogy mindnyájatoknak növekedni fognak a partnerei is, a vásárlói is, illetve az új, akár üzleti partnerei is. Úgyhogy sok sikert kívánunk hozzá. Ну что ж, тему модного бизнеса мы с вами закончили.
A divatos üzlet témakörünket ezennel teljes körűen lezártnak tekinthetjük, illetve lezártnak is nyilvánítjuk. У нас в нашем курсе осталось всего лишь три урока. Ebben a szezonban három, mindössze három óránk maradt. Два урока мы с вами посвятим теме разных онлайн промо-мероприятий. Kettő órát az online promó rendezvényekre fogunk szentelni az elkövetkező órákban. И последний урок у нас с вами будет про видеомаркетинг, где я немножко расскажу вам о том, как можно сделать интересные видеоматериалы. A harmadik és legutolsó óránkat ebben a szezonban pedig a videomarketingnek fogjuk szentelni, amikor Svetlana néhány fortét fog nekünk bemutatni, illetve különböző okosságokat és érdekes dolgokat arról, hogy milyen videókat, illetve milyen videomarketing anyagokat kell, illetve lehet most készíteni, ami hatalmas nézőközönséget vonzhat be maga után. Я благодарю вас за внимание. Ну и передаю слово Ференцу. Köszönjük szépen a figyelmet, szép estét kívánunk mindenkinek, és szeretnénk átadni a szót Ferinek.